Két sorban állnak a nyírfák az újrónafői rendezvénytéren. A település ugyanis sikeresen indult az országfásítási programban, így összesen 30 fát ültettek el a közösségi rendezvénynek helyszínbiztosító területen. Újróna fő lehetőségeihez mérten folyamatosan fejlődik, igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni, annak érdekében, hogy a lakosok színvonalas környezetben élhessenek. A településre Nagy István is ellátogatott, hogy az elmúlt időszakban sikeresen zajló pályázatok eredményét megnézze. Látszik a megújuló utcákon, a megújuló házakon, hogy sokan költöznek ide, jönnek ki Mosonmagyaróváról is, itt találják meg az élet lehetőségeiket. De pontosan azért, mert Rónafő tudja a település méretének megfelelően, az önkormányzat mindig olyan döntéseket hoz, hogy hogy lehet javítani ezt az életminőséget. Hol rendezvényteret csinál, hol az országfásítási programba vesz részt, hol egy tanodát csinál arra, hogy a szociális felzárkóztatás a gyerekeknek sikeres legyen, hol éppen útfelújításban vagyunk. Mindig történik valami, ami lépésről lépésre halad előre, mind azt szolgálja, hogy az itt élők életminősége az jobb legyen. Az elmúlt években a legnagyobb fejlesztés a sportpályán történt, ami a közösségi rendezvények színtere. Itt építettek egy közösségi színpadot, valamint egy sátorpótló pavilonra is nyertek támogatást egy közművelődési pályázat keretében. A fásítási program mellett az idei évben a Császárréti bekötő út eleje is megújult. Egy kis pénzt nyertünk útfelújításban is, ez a falu program keretén belül, 8,5 milliót, és hát egy pár hete el is készült az út, a Császárréti bekötőútnak az eleje, még van 1800 méter, és remélem, hogy előbb-utóbb arra is sikerül pályázati pénzt szereznünk. A 850 lakosú települést egyre több fiatal család választja, a remények szerint pedig a jövőben is több lehetőségük lesz arra, hogy a megfelelő léptékben fejlődjenek.